Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma egy heti kilátással. Mi vár rátok? Milyen lesz a hetetek? Nézzük bele, hogy alakul tovább ez a lélektárs kapcsolat. Elhoztam nektek a Nadine Breitensteintól The Secret Key Cards kártyáimat, és most megkeverjük, hogy mit üzennek tényleg a kártyák, és kirakjuk 4 sort, jó? Hát az jött itt ke, hogy ez elég könnyedde lesz ez a hét, én úgy látom. Hogy szóval nem is kell, hogy stresszeljétek magatokat, elég könnyedén fog itt minden alakulni. És ez szerintem nagyon pozitív, ez nagyon pozitív, és örüljetek neki. Na most rakjuk ki a kártyákat. Szóval 4x7-et fogunk kirakni. És ez, mint ahogy látod, másodika, harmadika, októberre, szóval vasárnap hétfő, és belenézünk, mit mondanak a kártyák. Hetet raktam most. Nem vagy lehet, hogy lesz még letisztázó kártyáim is még. Megnézzük. Most nem tudom, hogy miért, de így adta ki az agyam. Nálunk teljesen lehűlt a levegő. Nagyon hideg van. Rossz idő. Hát nézzétek, milyen szuper lesz, hát én jónak látom ezt az egész hetet. Hújhaj! Hű, hát ez szuper! Szóval mi lesz még a héten? A nosztalgia feljön, szóval még itten éppen fejeződik itt a retrográd Merkur, a nosztalgia, az emlékek feljönnek, és valami transformáció. Most lehet, hogy valamilyen sorsdöntő dolog, ami bejön, és arra ügyelj tényleg, hogy ügyelj, hogy mit mondasz ezen a héten, mert valóra lehet, hogy váljon. Itt vannak a gyors üzenetek, és egyensúlyba jön minden, majd meglátod, csak hogy vigyázz arra magadra, ez egy nagy kihívás, ez a cukorka, ez azt jelenti, hogy arra kell, hogy ellenet állja a cukorkának, és azt kell tényleg, hogy elengedjed. Na most nézzük meg ez a második, a harmadik, ami jött, hogy új irányváltoztatás lesz itt, úgy látom, hogy te összpontosítasz valamire, lehet, hogy valamit vesztettél, vagy úgy érezted, hogy elveszítettél valamit, vagy hogy egyik nap így gondoltad, másik nap úgy gondoltad, és most megpróbálod a kristály energiákkal, és szavakkal, és színekkel, vagy rituálokkal valami blokkádokat feloldani, az energiákat lehet küldeni a te lélektársadnak, mert én úgy látom, hogy nem akarja megmutatni a saját énjét, mert fél a félelmet, fél a lelkét kinyitni, és kimondani a dolgokat, és ez tényleg ilyen 50-50% rizikó, hogy lesz-e itt változás, és akkor te is úgy már nem is hiszel úgy az egészbe. De mondanám neked, hogy hívd meg a Metatron őrangyalt, hogy mutassa ő meg neked az életutadat, hogy ezeket a fájdalmakat átlépjed. Én úgy látom. Na most ez kedszérda. És csak kedszérda, úgy látom, hogy életerőt veszel magadon, ez 4., 5., és
Lehet másik inkarnációból kapsz egy ilyen energia súbot, szóval egy energia úgy feltöltődik, és testet, lelket egyensúlyba tudsz hozni, és gyógyulni fogsz. És én úgy látom, hogy kapsz üzeneteket is, lehet az álmodon keresztül, vagy látsz valami tollakat, vagy valamit látsz, vagy számokat látsz, és akkor fel tudsz emelkedni. Fel tudsz emelkedni, úgy látom, és tudsz döntéseket hozni, és úgy látom, hogy ti tényleg egy a sorsotok, most ezen a héten is úgy érzed, hogy tényleg egy a sorsotok, és lesznek lehet meglepetések is ezen a héten, és hogy lehet, hogy ideges vagy, és el szeretnél lazulni, és lehet, hogy most tényleg valamit ideges vagy, és akkor lehet, hogy sokat kajálsz, cigizel, ilyes valamit csinálsz, meg lehet. És akkor 6-a, 7-e, ez csütörtök péntek. Bejön a szerelem, nézd csak, meg akar téged ez a szerelem védeni, és ő tényleg úgy lát téged, hogy teljesen tele vagy szenvedéllyel, optimizmussal, ügyes vagy, úgy látom, és ilyen bejönnek neki ilyen gyors villám dolgok, és lehet, hogy valami titok is bejön itten, és energiavesztesség is van itten, lehet, hogy ő úgy érzi magát, hogy téves emberekkel volt, vesztett energiát, és téged most figyel lehet, és most valami pénzügyek is vannak, És én úgy látom, valami pénzügyek is itt vannak, játszhatnak itten szerepet valójában. No, most nézzük ezt az utolsó két napot is, ez pedig 8-a, 9-e. No, itten lesz már találkozás, lehet egy ülelést, ti tükröztök valamit teljesen magatoknak, a lelki közelséget érzitek, ez egy ilyen koszmikus, mágikus energia, én úgy látom itt közöttetek, és tényleg, hogy ez egy nagyon szerencsés véletlen volt, hogy találkoztatok, mert nem kerestétek egymást, de egy helyt voltatok, és úgy összetalálkoztatok, és ez volt az a szuper, ami összevezetett benneteket, és akkor ez a csodalámpa, hogy beteljesülnek a vágyaitok, nézd, amilyen csodálva számíthattok, és a gondolataitokat kell újra, hogy meggondoljátok, és lehet, hogy új hiedelmeket kell, hogy gondoljatok, mert tényleg ez egy nagy szerelem, ez egy nagyon szív döntés itt van közöttetek. Hát most nézzünk meg, erre minden napra húzzunk egy kártyát. Szóval ez vasárnaptól hétfőig, elég nyugis még itt a helyzet, még itt a nyugis. Nézzük csak akkor kedszérdán, itt az angyalok már nagyon segítenek. Úgy látom, és akkor csütörtök péntek, nézzük csak csütörtök péntek. Azt látom, hogy hát csütörtök péntek, lehet itt valaki kicsit nem akar valamiről beszélni, hogy egy kicsit úgy lelép, és akkor a szombat vasárnap pedig azt mutatja, hogy hát egy kicsit olyan sajnálja ezeket a kelyheket, de hosszú téren jó lesz a hét. Szóval ez egy nagyon pozitív kirakás, és remélem megtaláltátok magatokat a heti kilátásban. Ha így volt, nagyon örülök neki, írjátok be szívesen a kommentba, és köszönöm nektek, sok szeretettel búcsúzok tőletek, legközelebbig találkozunk, sziasztok!